A Sóskúthoz tartozó ipari területen vagyunk, ahol egy ipari területi egység fog kialakulni, megépülni a elkövetkezendő időszakban. Ez a léptesítmény akkumulátor összeszerelő és a későbbiek során akkumulátor megsemmisítő és újrahasznosító üzemként fog működni. Ezzel kapcsolatos környezetvédelmi problémákról, illetve ehhez tartozó lakossági megkeresésekről kérdeztem Szomódi Péter, Mi Hazánk tárnoki elnökét. Üdvözlök mindenkit! Tehát gyakorlatilag a lakossági tájékoztatás az késve érkezett, hiszen az építkezés már megkezdődött, amikor lakossági fórumot tartottak. Azon megjelent a tárnoki polgármester is, illetve több lakó is átment, aktivisták, akik tiltakoznak ezzel a megépülő, gyakorlatilag elektrolit feldolgozó üzem ellen. Úgyhogy gyakorlatilag itt egy mezőgazdasági terület közepére helyezik el ezt a feldolgozó üzemet, és később az újrahasznosító, megsemmisítő üzem is kerül. Ez a tárnoki lakóterületektől légvonalban 600 ezer méterre van körülbelül, és érinti az ott lakókat a környezeti hatása. Tárnok egy kisvárosi település szeretne lenni, kis családi házakkal, jó, szép környezetbe. Körbeveszik különböző gyárak, az érdi ipari park, illetve a pusztazámi személytelep, tehát attól függően, hogy milyen szélirány van, a hatásokat Tárnok élvezi, gyakorlatilag gazdasági hatások nem érik. A lakossági tájékoztatás az megkésve érkezik, a közmeghallgatás az is úgy történt, hogy a vírushelyzet miatt személyesen nem lehetett, telefonszámot lehetett fölhívni, ami gyakorlatilag állandóan foglaltatja ezt, majd föl lehetett tenni a kérdéseket, de érdemi kommunikáció nem történt. Senki nem a beruházások ellen tiltakozik, hanem egyszerűen a lakosság véleményét úgy gondolom, hogy előre kell kikérni ilyen esetekben. Mitől tartanak a lakók, tehát mit látnak esetleg itt problémaforrásnak? A probléma forrásnak azt tartják, hogy egy az, hogy a környező beruházások forgalma az Tárnokon keresztül fog vezetni, illetve ugye a széljárástól függően a szennyezés, a szennyvíz elvezetést azt nem tudjuk felmérni, hogy milyen mértékben és hogyan történik, illetve a lakó ingatlanoknak az értékének a csökkenésétől is félnek. Várható az, hogy lesz további fórum, vagy bármilyen megmozdulás az ügyben a helyi lakosok részéről? Hát gyakorlatilag a tárnoki és sóskúti aktivisták karolták föl ezt az ügyet, Facebook csoportokon kommunikálnak, illetve úgy tudom, hogy a második ütemben elkészülő hulladékfeldolgozóval kapcsolatosan jogi útra terelik a kérdést, és próbálják megakadályozni a telepítést, de ezen kívül már nagyon más nem tudnak tenni. Hát én azt hiszem, hogy figyelemmel fogjuk kísérni a működését az üzemnek, illetve a helyi megmozdulásoknak, és vissza fogunk még ide térni. Tárnok öreghegyi területén vagyunk, ez az út köti össze az ipari parkokat gyakorlatilag keretként Tárnok településen. Az itt lakók már többször tiltakoztak a megnövekedett forgalom miatt. Forgalomlassító demonstrációt is szerveztünk. A helyi polgármester ígéretezett arra, hogy megállapodást köt a rendőrséggel, sebességmérés, közúti ellenőrzésekkel kapcsolatban, illetve egy kamerát helyeznek majd föl, ami figyeli a forgalmat. Erre a területre 7,5 tonnával behajtani lehet célforgalom gyanánt, viszont ezt nem ellenőrzi senki, és korlátlanul járnak a kamionok, ezért ez egy bizonyos halálút is lett. Itt már többen meghaltak, illetve az út minősége is fokozatosan romlik. A reggeli-esti időszakban gyakorlatilag az út melletti ingatlanokról a kihajtás az nagyon nehézkes, nem beláthatóak a területek, és attól tartunk, hogyha ezt a két ipari beruházást megvalósítják, akkor itt a forgalom a duplájára fog nőni. Milyen megoldás lehet esetleg? Elkerülő út, vagy... Ez egy megoldás van, hogy teljesen kitiltják innen a 7,5 tonnás forgalmat, és elkerülő utakat építenek az ipari területek megközelítésének érdekében.
ott kezdeném, hogy a választási ígéretek között az szerepelt, hogy ez az ipari parkért, ipari park gyakorlatilag nem fog megvalósulni, de ezt már tisztán látszik, hogy megfog. Itt a lakóknak az az aggodalma, hogy 50-100 méterre lesz a lakóingatlanuktól az a beruházás. Itt is mezőgazdasági terület lett átminősítve, itt született meg ez a raktár. Hát elvileg logisztikai raktárak lesznek, és itt is attól félnek, ugye, hogy értékcsökkenéssel jár a lakóingatlanuknál, illetve a túl közelség ennek a raktárépület komplexumnak. Megoldásként azt javasolták, miután gyakorlatilag tudomásul vették, hogy Érdnek is szüksége van ipari bevételekre az iparüzési adóból. Azt szeretnék elérni, hogy egy erdőssávval el legyen választva az ipari park, illetve hogy az átmenő forgalom ne tárnokon keresztül menjen. Én nem tudom, hogy például a lakók ezt hol tették szóvá, és milyen formában fogják ezt még felvetni. A lakossági fórum keretében történt egy egyeztetés, ahol is Tárnok polgármestere, Érd polgármestere, illetve az országgyűlési képviselő jelen volt. És volt egy olyan elképzelés, hogy ide zajvédő falat tesznek, de az emberek nem akarnak zajvédő fal mögé bezárva élni, hiszen akkor az olyan, mintha kirekesztenék a külvilágból. Úgyhogy a javaslat az volt, több részről is, hogy az erdősáv szélességét, hosszát, illetve az ültetett fák számát növeljék, és lehetőleg elkerülő utat kellene ide létesíteni, mert akkor nem Tárnokon keresztül menne a forgalom. Az állami érdek az, hogy ipari parkok létesüljenek, akkor ahhoz bizony ki kell építeni az infrastruktúrát is, utakat kell hozzáépíteni. Ezt a területet is azért figyelemmel fogjuk kísérni, mert azért meg kell azt néznünk, hogy mi fog itt kialakulni, és azt hiszem ide is vissza fogunk még térni.